Kedves nézőink, a következőkben az Ajka Padrakú táncegyüttes három táncosával láthatnak egy korábban rögzített stúdióbeszélgetést, akik két eseményen is szép sikert értek el. Köszönöm, a stúdióban a Star Factory tehetségkutató verseny egyéb kategóriájának a győzteseit, Csányic Márkot, Takács Bálintot és Lovas Andrást. Jó estét kívánok! Mindenek előtt gratulálunk ez a nagyon szép teljesítményhez, az első helyezéshez, de azt hiszem, hogy ez egy hosszabb történet. Hol kezdődött, honnan indult az egész versenyre való felkészülés, benevezés, illetve hány fordulóból állt ez? A Kádár Ignáctól hallottunk erről a versenyről, és egyből hát tetszett ez az ötlet, hogy elinduljunk rajta, hiszen ez is egy újabb cím lenne, hogyha valamit elérnénk rajta. És sikerült is, ugye. Volt neki egy selejtezője, amin sikerült továbbjutni, majd egy középdöntője, ahol már több mindent kellett nyújtani, mint a selejtezőn, hogy újra továbbjuthassunk, és egy kétfordulós döntője volt neki, az egyik itt volt ugye Ajkán, a másik pedig vasárnap volt Veszprémben. A szombati az szerintem az eddigi egyik legnehezebb koreográfiával indultunk, ez egy magyar polkai tánc volt, és egy két hetes készülés vette ennek a tásznak kezdetét, ami nagyon jól sikerült, más nekünk is nagyon tetszik. Meg másnak is ezek szerint, igen. Az első hely. A vasárnap pedig egy bonzai táncoltunk, és az már egy jó régi koreográfiából lett átlakítva, kicsit megújítva, és az már lábba volt meg fejbe, és az már így egy könnyebb tánc volt számunkra. Nyilvánvaló, ugye tudjuk, az Ajka Padrakút néptáncegyüttes táncosai önök mindannyian. Mekkora kihívás egy ilyen verseny? Hiszen szokhatták a szereplést, szokhatták a fellépést, ahogy mondta, fejbe lábba volt már minden. Mekkora kihívás ez? Számunkra minden egyes verseny kihívás. Egy-két kisebb kitérővel, hol nehezebb, hol könnyebb. Mennyiben volt más ez a fellépés vagy verseny, mint az egyéb fellépések? Másképp kellett készülni rá, mással kellett készülni rá? Hát egy versenyre alapvetően sokkal jobban készülünk, többet próbálunk rá, mint egy fellépésekre. Előtte egy-két próbán átnézzük a táncokat, és ott nem is nagyon izgulunk, és úgy adjuk elő a versenyre, meg azért többet elemeket kell belefektetni. Az együttes, a néptánc együttes többi tagja mennyiben segítette a felkészülést? Segítette, gondolom, hozzájárultak ahhoz, hogy sikerüljön. Érdeklődtek rengetegen, meg jöttek és biztattak, sőt az ajkai döntőre rengetegen is jöttek és szurkoltak. Tehát nagyon sokat jelentett, hogy megnéztek minket. Vasárnap, amikor mentünk fel, akkor is volt, aki velünk tartott volna, bár a nagy sietségben nem vittük el magunkkal, de rengeteget jelent, tehát ezt miért nem sokat ad így bele, hogy így velünk izgulnak, és most hát miért nekünk szurkolnak itt Ajkáról. Hogy választották ki a táncokat? Milyen szempontok szerint választottak erre a versenyre? Hát az elején mindenképpen egy ilyen ütős táncot szerettünk volna, de így a középdöntőtől a döntő felé egyre jobban ütősebb táncokat szerettünk volna összeállítani, ami pörgős és virtuóz tánc, és hát ugye először ördöngös vizesi táncoltunk, majd magyar platkai táncot és boncidai román táncokat táncoltunk. Milyen produkciókkal kellett felvenniük a versenyt, hiszen az egyéb kategóriába sok minden belefér? Volt egy úr, aki tátott szája fütyült a mi kategóriánkban, volt modern tánc is, az a Csajci például több fajta táncot is hozott a színpadra, tehát több stílust képviselt egyszerre. Volt mellettünk azt hiszem vers és próza is talán, de az lehet, hogy külön kategória volt, ezt nem tudom pontosan. Szóval meglehetősen vegyes volt a képbőven, és ebbe kellett ugye valami olyan ütőset, ahogy ő mondta, produkálni, ami végül is az első helyhez vezetett. Mit jelent a továbbiakban ez a siker? Ez nagyon szép siker, azt gondolom. Tehát további fellépések szempontjából, a néptáncos pályafutásuk szempontjából mit jelent ez a siker? Számunkra nagyon sokat jelent az, hogy ezt a Star Factory-t megnyertük, mert ezzel akár a Dunántúlon, Tiszántúlon, bárhol meghívást kaphatunk, és nagyon is örülünk a srácokkal ennek az eredménynek.
hát van is minek, én úgy gondolom. Lehet ennek a szép eredménynek örülni. A következőben továbbiabban a versenyen túl folytatják ugyanígy a felkészülést, tehát ugyanúgy szereplések, fellépések, vagy azért más érzéssel lépnek színpadra most már? A palackai táncokkal, azokkal szerintem még foglalkozni fogunk. Lesz egy zalai kamaraverseny, amire az Ignác mondta, hogy szeretné ezt a táncot benevezni, és addig is ezzel még készülni, és ezt folytatni, hogyha ennek a táncnak a minél jobban a figuráinak a kiélezését és az elsajátítását. Aztán ott majd erről, hogy igazából mit érünk el, reméljük ott is majd valami szép sikerre térünk haza. Azt még nem mondtuk el egyébként, hogy egy országos verseny volt egyébként ez a mostani megméretés? Igen. Tehát országos szintű? Igen, országos szintű volt. Voltak Debrecenből is, Pestről is, Székesfehérváról. Tehát rengetegen jöttek. Egy másik eseményt is azért meg kell, hogy említsünk, hiszen ha jól tudom, itt a Star Factory előtt volt még egy úgynevezett legényes verseny is, ami szintén részt vettek és szép eredménnyel. Erről mit lehet tudni? Mi az, hogy legényes verseny egyáltalán? Hát a legényes versenyen férfi táncokat kellett táncolni. Három folyamat volt. Volt két kötelező folyamat, amit egy ilyen eredeti 69-es vagy még annál régebbi felvételről kellett pontosan ugyanúgy letanulni, valamint volt a szabadon választott folyamat, az pedig adtak egy videót, és az ottan táncoló embereknek a táncaiból lehetett összeválogatni számukra kedvező lépéseket. Kik vettek részt ezen a versenyen? Lovas András, Csányic Márk, Hidi Zsolt és jó magam, Takács Bálint. Tehát egy négy fős csapat, és az eredmény? Hárman jutottak be a döntőbe, rajtam kívül, azon kívül pedig Csányic Márk negyedik helyzet lett, a legényes verseny egyéni megformálója díjat szerezte meg. Szintén gratulálunk még a szép eredményhez. Uraim, további sok sikert kívánunk a tánc terén is egyébként is, és még egyszer gratulálok, köszönjük, hogy eljöttek. Köszönjük szépen.